szemtörembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk, 7 óra 11 perc és még egy fél. Ennyi a pontos idő, otthoni stúdiójából Mihálovics András jelentkezik. Menti stúdiójából pedig Ács Gábor jelentkezik. Köszöntöm én is azokat, akiket még nem köszöntöttem, és utólag is boldog karácsonyt azoknak, akik akkor, amikor ezt kívántam 23-án, nem hallották, hogy ezt kívánom. Úgyhogy remélem jól sikerült mindenkinek a kari. Haladjunk és tovább, 7 óra 12 perc, van SMS, WhatsApp és Viber, számunk pedig 0-30-20-10-9-0-9. Haladunk gyorsan hallgatói üzenetekkel. Ha repülésről van szó, Gábor hangja megvált, azik szinte repül a hangja is, teljes átszellemültséget sugár. Hát nem, hát ez nem csak akkor, hanem úgy általában, lehet, hogy akkor is, egy kicsit talán lehet, hogy jobban, de amúgy is, szerintem, de persze. Értettem az üzenetet, vígnapot polgártársak az imént egy kifli.hu sofőr vészvillogó használatával indult el. Rádudáltam, állatmódon jött utánam, és tetleg akart érvényt szerezni az agyatlanságának. Hát hol élünk? Kérdezi Moha. Azt mondja, hogy Szingapurban börtön jár a rágózásért, nem az eldobálásért, hanem a rágásért. Szerintem nem hülyeség, írja Szőge. Jó, azért ne legyünk már ilyen izék. De ott van a smiley. Úgyhogy szerintem jó, persze, okay. Az is kicsit túlzás. Figyelj, közlekedési hírek legyenek? Hát, írnak a hallgatók? Hát kell, hogy legyen, úgyhogy... Akkor nyomasd. Keresd, te is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Műszaki hibás jármű van a Podmanicki utcában, emiatt ott le is zár egy sávot, a Bajcsi-Zsilinszky út után kell erre számítani. Tehát Podmanicki utca, műszaki hibás jármű, ez a lényeg. Aztán szintén még Szőke kapitány írja, hogy a Kárpát utca csendes, jól lehet haladni. És összességében, ahogy az várható volt, teljesen jól lehet szinte mindenhol menni, egészen minimális lassulások vannak, úgyhogy senki, illetve nagyon kevesen közlekednek a két ünnep közötti első hivatalos munkanapon. Arra lehet számítani, hogy ma jól lehet majd haladni, illetve az egy nagy kérdés, gondolom, hogy nem lesz olyan, mint szokott lenni. Korábbi évek tapasztalatai alapján dél körül szokott megélénkülni a forgalom a bevásárló központok környékén, hogy a kicserélésre váló cuccokkal megrohamozzák az üzleteket a derék állampolgárok. Ez most, miután egyre sokkal kevesebbet vásároltunk fizikailag, lehet, hogy máshogy lesz. A lényeg az, hogy most reggel még biztos, hogy jól lehet közlekedni. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Hát fontos közlekedési fejlesztések háttere az, amit sok oldalról próbálunk megvizsgálni. Itt van velünk, mondhatjuk úgy, állandó közlekedési szakértőnk, Andó Gergely, a Közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatója. Jó reggel, szia! Jó reggel, sziasztok! Az apropó, ami a fő apropója a beszélgetésünknek, az, hogy éppen karácsony előtt a főváros aláírt egy szerződést. Most így fejből mondom, mi is a hivatalos neve a fejlesztési... Budai Fonódó Villamos második üteme? Igen. Illetve a fejlesztési központnak mi a hivatalos... Milyen fejlesztési központ? Budapesti fejlesztési központ. Igen. A budai fonódó folytatásról, ami azért eléggé átalakítja ott a rendszert Dél-Budán. Szóval mit tudunk, merre fog menni az új villamosvonal, és akkor utána a csatlakozó dolgokat, illetve kicsit a hátterét földeríthetjük. Tehát az Gellért téren kiágazik a mostaniból. Ugye per pillanat a Gellért térre majd, hogy nem mondhatjuk azt, hogy jó, a Döbrentein ágazik még két fel, de három irányból érkezik a villamos vágánya. Déli pályaudvar felől, ugye a budai rakparton, illetve a Szabadsághídon keresztül, ott összemegy három
irány, de csak egy irányba folytatódik, és agyon terhelt a Bartók ugye a Móricz felé, és innen ágazik dél felé, de merre megy majd pontosan a Dunaparton tovább? Hát pontosan a Dunaparton megy tovább, és szépen átbújik az útba eső hidak alatt, amíg el nem éri gyakorlatilag az egyes villamos vonalát, ott jobbra fordul, és egy épp fejlesztés alatt adott terület tehát szeretnének vele igazából kiszolgálni, hiszen azért a addigi útvonalon érintett Műszakegyetem meg ELTE Infopark hármas vilámon el volt eddig is egy ilyen rakparti villamos nélkül. Ez most azon kivételes események egyike lehet, hogyha a tervezés és a kivitelezés is megtörténik. Amikor egy fejlesztést, egy területfejlesztést, a közlekedésfejlesztés az nem évekkel, sőt évtizedekkel követ. Tehát Budapesten rengeteg lakópark, meg ipari terület alakult át az elmúlt 20-30 évben, és volt, hogy itt évtizedekig nem igazították hozzá a buszhálózatot sem. A kötött pályás hálózatot meg ugye végképp nem, viszont itt volt egy nagyon jelentős álma, talán mondhatni, hogy Vitézi Dávidnak, és kellő elszántsága, hogy ezt a projektet kvázi életbe tartsa, hiszen itt olyan igényeket fognak most kiszolgálni, amik nem is léteznek, ergo nagyon csekély lett volna erre a politikai meg egyéb szándék. Ez tényleg kifejezetten egy tiszta közlekedés fejlesztési cél, csak azért, hogy az ott megépülő vasúti megállók annak negyed óránként a város belüli közlekedést is kiszolgáló járatai, azok kapjanak egy rendes közlekedési kapcsolatot és körülbelül értelmet is ezzel. Jó, akkor erről beszélünk. Tehát ott, ahol keresztezi a vasutat, ott egy új vasúti megálló lesz, és ugye azt fogja kiszolgálni egy új villamos vonal. Ez hol lesz pontosan ez a megálló? Új villamos vonal is, tehát az egyes villamosnak itt egyébként van megállója, tehát itt nem arról van szó, hogy ez a terület ellátatlan lenne, viszont megálmodták hozzá ezt a rakparti villamos folytatást, amivel mind a három metróvonalhoz tudnak közvetlen kapcsolatot építeni, plusz ugye az egyes villamos az egy korlátozott eljutási lehetőséget ad a belváros irányába, hiszen ugye körvillamos, egy külső körön ráadásul, tehát az korlátozott annak az alkalmazhatósága, mint fő közlekedés útvonal, mert egy centrikus, Pesten belül is centrikus a közlekedés, tehát mindenki a belváros irányába törekszik, és csak a töredék utazó az, aki a íven szeretne hosszan-hosszan utazni. Na most hol lesz pontosan ez a megállóhely? Ez pontosan a Rákóczi híd előtt. Aha. Mielőtt átmegy mielőtt a vonat. Mielőtt a vonat átmegy. Csak azon gondolkodtam, igen, hogy most tényleg ingázóknak a szemével nézem, tehát hogyha valaki a belvárosba megy, akkor ez mit tesz neki hozzá? Tehát nem száll le a vonatról Kelenföldön, elmenne ide, hogy a villamosra az ötjögjön be, holott neki az alternatívaként ott van, Kelenföldön átszáll a 4-es metróra, és ugyanúgy, majdnem ugyanazokat az állomásokra jut el, mint ha átszállna egy olyan villamosra itt, ami felzötjög a rakparton a Gellért térig, aztán szépen befordul a Szabadsághídon, és végzetjük a Kiskörúton. Igen, és ráadásul egy másik ilyen dilemma, mondjuk, hogy ugye a déli pályaudvarra is járnak vonatok, amik mondjuk néhány percet várakoznak Kelenföld állomáson, és már ez a néhány perc is elég ahhoz, hogy az utasok jó része inkább a 4-es metróval közelítse meg, és szálljon át az úti célja felé, tehát nagyon fontos minden perc, amit az ember utazással tölt, és hajlamos ezért érnek meg fölön választani, és a 4-es metró egy fantasztikusan lerövidítő módja annak, hogy az ember jó helyekre jusson el, ha már egyszer a kelenföldi állomást érinti a vonata. Tehát ezért ez egy nagyon alacsony prioritású villamosépítés a főváros szemébe, csak sajnálatos módon nem a főváros dönti el, hogy az elkövetkező években hol és milyen beruházások történjenek, hanem a kormány láttatlan szempontok szerint és mindenféle társadalmi egyeztetés nélkül jelöli ki sorra a projekteket. Ugye ilyen a Galvani híd, amit szintén nem a főváros kedvenc története, főleg, hogy a pesti oldalát nagyon nem sikerül egy olyan nyomvonalon megoldani az oda vezető utat, hogy az elfogadható legyen minden érintett számára, mert hogy valójában nincs is olyan útvonal lehetőség ma már a város beépítettsége mellett, ami mindenki számára megfelelő lehet,
azt, hogy egy hidat építünk, az forgalmat fog generálni, tehát mindenképp valahol forgalom fog megjelenni, ahol eddig nem jelent meg, és ráadásul még csak az se igaz, hogy máshol meg majd a forgalom csökkenni fog, hiszen Budapest borzasztó jelentős plusz közúti terhelésnek van kitéve évről évre a kiköltözések miatt az agglomerációba. De egyébként itt most a fővárossal írták el a szerződést, tehát visszatérve egy kicsit a fonódóra, itt ez úgy tűnik, mintha ez egy közös terv lenne, vagy a főváros örül neki, hogy ezt levették a terhéről, és örül mindennek, amit nem neki kell finanszírozni? Igen, a főváros minden fejlesztésnek nyilván örül, ami neki nem kerül pénzbe, tulajdonosi jogkörgyakorlóként, erre nyilván van is némi ráhatás, hiszen azért önkormányzati kezelési területeket érint egy ilyen beruházás, de itt azért ez egy kényszerpálya, tehát nincs az az önkormányzat, aki félreugrana egy jelentős állami beruházás elől, ami egyébként bizonyos értéknövelést jelent a környékre, és ilyenkor pedig a főváros próbál nagyon nem belegondolni abba, hogy az új villamosvonalon mégis honnan lesz villamosvezető, és ezt a plusz költséget, amit ez a két darab tényező okoz, plusz az új vonal karbantartás, azt mégis miből fogja kigazdálkodni. Jó, ugye azt az imént beszéltük, hogy Kelenföld utáni megálló lesz ez, tehát erősen kérdéses, hogy ki az a Kelenföld helyett itt fog tudni átszállni, úgyhogy neki ez mondjuk megtakarítás legyen, vagy hogy könnyebben érje el az úti célját. De említetted, hogy érdekes abból a szempontból is ez a fejlesztés, hogy egyszerre történik egy új városrész kialakításával, és akkor ebből az is következik, hogy átmegy az új negyeden a villamos, és akkor így, vagy azért ezt mondjuk az ott lakók sem szeretnék, hogy átmenjen, az jó, hogyha inkább a szélén megy, és akkor mindenki besétál, és annak örülnek, az mondjuk növeli az ottani új lakások értékét, vagy nem tudom, például az irodaházaknak a bérlői hogyan állnak ehhez a kérdéshez, illetve merre fog ez elmenni ott az új negyedet illetően? Hát mindig van egy rágyaloglási távolság, amit még így az embernek így ki nem kényelmetlen, ez egy ilyen pár száz méterről beszélünk, ennél viszont ez a terület lényegesen nagyobb. Tehát a villamos az gyakorlatilag eléri ennek a területnek a felső szélét, itt egy ilyen elnyúlt téglalapot kell elképzelni, aminek a rövidebb felső oldala lesz most ezzel az új villamossal kiszolgálva, az ahhoz közeleső épületek, köztük ugye a város legmagasabb épületének tervezett MOL Campus lesz ezzel könnyen elérhető. A távolabbi részek viszont szinte kívánják a következő fejlesztési ütemet, amikor ezt az új villamosvonalat tovább kell vezetni valamilyen módon, hogy az egyes villamoshoz is fonódjon, és akár Kelenföldig elvezessen. Tehát minden egyes ilyen lépés generálja a következő lépéseket. És vajon erre van igény? Csak tényleg ezen gondolkodtam, hogy örülnek-e az emberek, hogyha keresztül megy a lakónegyeden a villamos, mert máshonnan, például az Etele úton is nem örültek neki, amikor az egyest kivezették, és hiába könnyíti meg a közlekedést, azt meg nem szeretik, hogy hordzatjuk az ajtójuk alatt, illetve az ablakok alatt a villamos. Hát az ajterhelés senki nem szereti, ezért nagyon népszerűtlenek ezek a sávbővítések, vagy látsz új Duna híd kapcsán fejlesztések, itt mindenki környezetvédelmi, meg zajterhelési okokat emleget, tehát a mi fánkat ne vágják ki, és nálunk ne legyen hangosabb az utcafront, mert ezt nagyon igazságtalannak élnénk meg. Tehát mi egy csendes határút mellé költöztünk, akkor abból ne legyen hangos határút. Tehát itt nincsen olyan megoldás, ami win-win helyzet. Hát erre gyakorlatilag legszebb például az M0-es autópálya nyomvonala, ami elképesztő kunkorokat tesz, és szinte használhatatlan távolságú egy Budapestet elkerülő utazásra, mert annyi kompromisszumot kötöttek a nyomvonal kijelölésébe, hogy már gyakorlatilag több megyeszékhely van hozzá közelebb, mint Budapest. Oké. Jó, és így most akkor vége lesz, és nem csatlakozik sehova a villamos, ez új villamos ezek szerint, tehát jelenállás szerint. Hát az egyes villamoshoz és a vonathoz fog csatlakozni. Azt kereszted ide utána? Nem, velük van közös, tehát nagyon rövid rágyaloglással megállója, és innen majd a Vitézi úr álmai szerint a Deák térre, meg a Szél Kálmán tér felé, vagy a Margit hídhoz lenne villamos közlekedés. Hát nagyon nagy kérdés, hogy ezt a meglévő vonalak ritkításával, vagy új és még sűrűbb közlekedéssel fogják megvalósítani.
mindegyik fájni fog az adófizető. Na most a Gellértéren elfér még több, mert ott eléggé maximális kihasználtságon működik, és ott plusz vágányt már nem nagyon lehet fektetni, és ha ráengednénk plusz kapacitást még erről az új vonalról bármelyik irányba, az elfér? Hát a közúti sávok ritkításával, most ugye egy ilyen három vágánnyal oldották meg a szétválasztást, simán lehet ezt négy vágányúvá fejleszteni. A közúti kapacitás csökkentése az mindig egy sikeres mód, hiszen nyilván most ezt a villamos tovább vezetik, akkor az egész népszerű műegyetem rakparti parkolósávok, parkolóhelyeknek is egy részét nyilvánvalóan meg kell szüntetni. Tehát itt nincsen olyan megoldás, amire járna érdeksérelmekkel valamelyik fél részére. Viszont azért a Gellért térnek a közúti forgalom meg eléggé zavar csillapított lett azáltal, hogy mondjuk a Bartók Béla is inkább már csak egy sávos, mint kettő. Tehát, hogy egy sávos utak jönnek be és fonódnak össze részben, tehát itt nyilván egy lámpaprogrammal, vagy egy közút villamos közös használatú sáv szakasszal azért ez kezelhető. Na, akkor még egy ide, hogy tök jó ötlet persze, hogy átfordul majd a villamos, és átmegy a Szabadsághídon, és elmegy a Deák tér felé, de egy új pályára, kimondottan zöld, tuti megoldású pályára nyilván új villamosok kívánkoznak, de jelenállás szerint ott van, nem tudom, ott az ível van valami, hogy túl szűk, de nem tud átmenni csak az csak a nagyon régi ganz villamos tud befordulni talán a hídra, vagy ez nem így? Az ív szűk jelleg az csak annyit érint, hogy mondjuk két villamos egyszerre nem kanyarodjon, ezt egy sima táblával meg lehet oldani. A problémát a Szabadság maga jelenti, ahol nem lehet bárhova villamos vagonyokat helyezni, hanem csak oda, ahol ez statikailag az a terhelés felvehető. Ez pedig nagyon közeli, tehát az a korabeli átalakítások ezt nagyon közel tették egymáshoz ezt a két vágányt, így lett a híd akkor átépítve. Tehát gyakorlatilag most a Szabadság kidat teljesen újjá kéne építeni, hogy egy szélesebben terhelhető híd jöjjön létre, tehát ne a közepe legyen terhelve, hanem kicsit az oldalai felé, akkor az egész, minden lemezt és tartó szerkezetet át kell alakítani, tehát már kvázi nem is felújításról beszélnénk, hanem egy replika híd építéséről, ami vizuálisan úgy néz ki, mint a régi Szabadsághíd, de már korszerűbb anyagokkal, és ezeknek a terheknek a figyelembevételével készül el. De itt sajnos minden összefügg mindennel, tehát hogyha a Szabadsághíd ügyében nem születik döntés, akkor a Deák tér, Nyugati Püdvar, Lehel tér közötti villamos visszaépítésnek az értelme is erősen kérdéses, hiszen az nem azt a célt szolgálná, hogy a hármas metróval legyen egy párhuzamos metrópótló villamos vonal, hanem hogy szintén ilyen hosszú villamos viszonyatok jöhessenek létre Angyalföld irányából Dél-Buda irányába, és ezzel csökkentve az átszállások számát, hiszen mindig az átszállás az, amit rosszul élnek meg az emberek. De egyébként van értelme a metró fölé villamost építeni? Tehát ott azt mondjuk sok-sok megállón keresztül a 4-es meg a 3-as fölött menne. A metró egy olyan közlekedési eszköz, ami kifejezetten több megállónyi távolság után lesz versenyképes a felette zajló forgalommal. Tehát, hogyha a Kálvin térről mész a Deák térre, a metrópótló autóbusz az gyorsabb, mint a metró, hiszen nem mész le a föld alatt mozgó lépcsőn perceket, és nem jössz vissza, és utána meg lépcsőzöl föl aluljáró rendszereken keresztül. Tehát ez egy nagyon nagy vesztességidő, amíg a metrónak a gyors átlagsebességét és zavarérzéketlenségét ki tudod használni. Nagyon rövid távon ez egy előny, tehát a Lehel tér nyugati távolságon metróra szállni, az egy kifejezetten időégető tevékenység, miközben a nyugati nagyon sok utazásnak egy célpontja átszállóhely. De a Lehel térről először lemész a föld alá, vársz egy metrót, és bemész egy megállót, és tudom meg fölmész a felszínre. Ennél lényegesen gyorsabban, nagyha villamos az tovább vinni az utasait. Jó, szóval azt mondod, hogy nem hülyeség A 9-es autóbusz elgigazolta ezt a tézist, tehát ott is voltak ugyanilyen hangok, amiket te most megfogalmaztál. Azóta a 9-es autóbusz a metróval párhuzamos szakaszán is köszöni jól van, és rengeteg utast állít, tehát igenis van igény arra, hogy valaki a nyugatinál ne szálljon át, hogyha a Deák térre akar menni. De viszont akkor el kell dönteni, hogy a Szabadsághídat újraépítjük-e lényegében, mert csak akkor Igen, és hát ezek a döntések, mintha mostanában nem nehezen akarnak
megszületni, hogy Budapest klasszikus hídjaira is pénzt költsünk. De nagyon-nagyon szomorú történet ugye a Lánchídnál, amiben megint van újabb szomorú fejlemény. Na, micsoda? Amikor megvádolta egymást az általad emlegetett fejlesztési központ, meg a fővárosi önkormányzat, hogy már megint nem gazdaságos kivitelezőt találtak a projektre, minthogyha erre a kiírónak olyan túl nagy ráhatása lenne. Több egyszerre fut neki a város a tendernek, sajnos már évente írjuk ki ezeket a tendereket, hogy valaki már végre újítsa fel a Lánchidat, és mindig egyre kisebbet álmodunk ebben a történetben, először még az alagúttal együtt is akartuk felújítani, aztán már csak a hidat akartuk felújítani a pesti oldalon lévő villamos és közúti alagúttal együtt, most már csak magát a hidat akarjuk, a többi az meg majd hát azzal egy lesz valami. Viszont hiába csonkoljuk egyre kisebbre a projektet, annak az ára valamiért az Istennek nem akar nőni, tehát mintha a Lánchíd megépítés lenne a drága, a másik kettő meg majd szinte ingyen lenne. Inkább csökkenni nem akar, nem? Nem csökken az ár, igen. Tehát olyan, mint vágjuk le róla a darabokat, és az ár az meg majdnem, hogy nem változik. Hát illetve kismértékben csökken, most ugye azzal... Az ilyen tendereknél gyakran olyan a kiírás, hogy részárakat is megkérdez a kiíró, csak azért, hogy a mérnökárat meg az egész dolognak a hitelességét jobban fel tudja mérni. Úgyhogy itt is az történt az előző tender kiírás során, hogy külön a Lánchídra is árat kellett mondani, meg külön a felújított alagutakra, és akkor abból látszott, hogy egy ilyen 20 milliárdos tétel körülbelül a Lánchídra eső rész. Hát ennél csak a Lánchídra eső résznél kapott a főváros most egy 5,5, közel 5,5 milliárd forinttal nagyobb árat egy év alatt csak arra a szakaszra, ami azért 20 helyett 25, így a nagyságrend azért ez nem fedi le azt az inflációt, amivel így mi minden nap szembesülünk. Ráadásul ugye a fővárosnak nagyon-nagyon rossz tapasztalatai vannak ezekkel a felújításos projektekkel, ásd még 3-as metró, Margit híd és hosszan sorolható a sor, amikor kinkeservesen, nagy nehezen, a fogakat összeszorítva találtak egy kivitelezőt, aki gyakorlatilag az első naptól kezdve nagyon sok milliárdos összegű pótmunkát akart lenyeletni a megbízóval, mondván, hogy ő nem tudta, hogy ez a lemez is korrodált, ő nem gondolta, hogy ezt a követ is ki kell cserélni, mert rossz. Ugye hát ezek a dolgok akkor derülnek ki, amikor szétszedik a híd szerkezetet, meg a hídelemeket, és akkor most azonnal adjanak plusz pénzt, különben ő most azonnal itt hagyja az egész építkezést, és rá se néz többet. Tehát a Margit híd ugye az talán az egyik legelképesztően a legdrágább beruházása volt a városnak. Figyelj, most hol tartunk egészen pontosan, óriási csatáravások közepette most már kezdjük elveszíteni a fondalat, hogy akkor hát most pillanatás szerint hol tart a Lánchíd. Lassan az idő vasfoga megeszi a Lánchidat, és oka fogyottá válik a felújítása, és ott is majd egy replika híd vagy gyönyörködhetünk, amit majd néhány évtized múlva majd megépít egy akkori kormány, mert egyszerűen így fut a céltábla a főváros lehetőségei elől, tehát az a pénz, ami a fővárosnak van, az sose lesz elég arra a hídra, amennyit éppen kérnek. Úgyhogy lassan már mondjuk csak a északi vagy déli oldalára, vagy a keleti vagy a nyugati oldalára fognak árat kérni, ha ilyen ütemben folytatódik ezeknek a dolgoknak az áremelkedése. Ezek nagyon-nagyon szomorú dolgok. Igen. És nyilván akkor itt kellene egy közös munka, és nem egymásnak feszülés a felek között. És de a közös város... munkáról itt szó sincs, igen. És ennek a legjobb példája a világ legjobb árérték arányú trolibusz beszerzése, amit egy több évvel ezelőtti beszerzés, opciós szerződés részeként megvehetett volna a főváros gyakorlatilag teljesen megújítva a trolibusz közlekedését. Ez pedig azért itt a 20 év körüli átlag életkorú felszíni közlekedésen azért sokat tud segíteni, hogyha korszerűbb eszközök jelennek meg, arról nem is beszél, hogy alacsony padlós, meg áramvisszatáplál. Tehát itt számos előnye lenne egy ilyen dolognak, és itt is a főváros nem kapta meg azokat azt az egy darab aláírást egy hitelfelvételhez, amivel ezeket a buszokat meg tudta volna venni. Tehát gyakorlatilag teljes mértékben ki van szolgáltatva az államnak, és nincs az a projekt, amiben ellennek karate, hogy vagy elvegyék a fővárostól ezt a projektet, vagy csak szimplán nem adnak pénzt, oldjátok meg jeligével. Hát oké, boldogabbak nem lettünk, viszont sokkal jobban értjük a történések hátterét a budapesti nagy közlekedés fejlesztésekben ismét. Köszi szépen, Gergő, hogy ismét beszéltünk erről. Szép napot, jó munkát. Sziasztok. És hát boldog új évet kívánunk. Köszönöm. Folytatjuk 21-ben. Szia.
Szia-szia. Andó Gergellyel, a Közlekedés Világlapcsoport lapigazgatójával beszélgettünk. Hát indultunk el a budai Fonódótól, és jutottunk el a környékre, átvillamosoztunk képzeletben, illetve a Szabadsághídon, amelynek szintén nem sok van hátra, és a tervezés alatt, illetve az kigondolás alatt álló kiskörúti villamospályán kalandoztunk a nyugatig, és jöttünk vissza a ki tudja mikor elkészülő vagy felújítandó Lánchídon keresztül Budára. Úgyhogy ennyi volt a Budapest rovat mára. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. András szokatlanul csendben volt, úgyhogy... Hát igen, mert én itt kamilláztam a mérhetetlen szakmaiságon. Azt se tudom, merre van a Fonódó villamos, előre vagy hátra, tolatva lehet-e azon közlekedni, úgyhogy hagytalak érvényesülni. De azt tudod, Gellértér, tudod, hol van? Azt hiszem, még igen, emlékszem. Azt hittem, hogy ott fogsz megszólalni, hogy már megint elvesznek tőlünk autósoktól egy sávot Gellértérre. Én arra nem szoktam autózni. Nem szoktam, ezért nem szólal. Tőlem aztán vehetnek. Na, következnek a rövid hírek, utána pedig természetesen folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9. Jazzin várjuk továbbra is az észrevételeket, hozzászólásokat, SMS, Viber, WhatsApp számunk 0630 2010 909. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hír.